ország szerzi meg a labdát. Kondorhoz játszik. Kondor fordít, de hozzá ér ott a labdához Nagy Béla, aki már is visszakapja Moldvántól a labdát. Sándor Mihály, Gulyás Péter, tovább teszi, Bukovenszky. Bukovenszky még mindig. Lágyan teszi meg középre, és Balogh Csaba. Már is fejlik vissza a labdát. Mikes rombol most jól. Fodor Tamás. És Fodor addig-addig, hogy kivezetget ide. Nagy József úgy ítéli meg, hogy Gubacsi még szabálytalankodott Fodorral szemben. Kondor jó labdaszerzés most középpályán. Kondor nagyon jó labdát tesz ki oldalra Bandicsnak is. Bandics az öt és felesen egy vonalban. Bandics még mindig. És borzasztó rosszul teszi most át Bandics a túloldalra. Egy bekiáltás a közönség részéről, hol van a hazai csapat. Kicsit türelmetlenek a nézők, és most már kikezdi a nézők idegeit is lassan a sikertelen széria. Gubacsi fejese messze-messze mellé száll most. Na de hát legalább most már próbálkoztunk egy kapu irányába szálló fejessel legalábbis. Gubacsi nagyon szépen csinálta, várta, hogy fejlődjenek a társak, és utána egy ragyogó pontos labdát tesz Bandicsnak. Bandics! Biró Tamáshoz, ragyogó, Biró Tamás teszi tovább, Hírko elcsúszik egy pillanatra, de aztán rávetődik a labdára, végül is gyengén gurult, inkább csak ez a labda ott a kapuja iránya felé, Biró Tamás már csak ott lábúja hegyébe tudott bele spiccelni, így végül is, még ha el is csúszott a kapuvédő, de végül is magabiztosan tulajdonképpen tudott hárítani. Ország, lövési lehetőség, ez a Zsolti, meg kell próbálni, levágódó labda, Hírko véd. Mikes. Kis István. Gubacsi, perdítés. Törös, megszerzi a labdát. Törös, erőszakos, ez szép volt most. Törös lő gól. Bravo Törös, szép volt. Gubacsi is dicsérendő a labdájáért. Jó labda volt. Kedves nézőink, a 23. percben az első félidőben, alig jutottunk túl éppen az első félidő felén, amikor megszerzi a vezetést a fehérgyarmati csapat Törös góljával. Ezt az idegességet le lehet vetkőzni, amit itt az első 20 percben kifejezetten láttunk a csapaton. Biró Tamás, ragyogó labda Gubacsinak most. Gubacsi lő, Hírko véd. Jó zárta a szöget a nagykállói kapuvédő ezúttal. A városközleti másodosztályban október 1-én vasárnap szintén 15 órai kezdett el Kömörő Panyola, Hermanszeg Szamosbes, de figyeljük Bandicsot. Bandicsot rántják, fogják, Bandics lő. Gól! Bandics betalál! Azt hittem, hogy kapu fölé fog pattani a labda! Egészen gyönyörű találat! Bandics 2-0! És micsoda gátlások szabadulnak ott föl ebből az örömből! És lehet látni itt az egész kispad talpon, talposok drukkel, és hát óriási öröm a közönség. Húzták, vonták, átölelték, karolták. Miró Tamás, jaj, de szép mozdulat volt Tamás, na ez az! Törös, ez szenzációs volt. Ezt valóban csak a legjobb képességekkel megáldott játékosok tudják. Törös, középre gurít, Gubacsi, Törös, még mindig ott, gól! Törös a gólszerző! Törös László, 3-0! A második félidő 23. percében, tehát csak úgy, mint az első félidőben, ugyanaz a perc hozott gólt nekünk megint. A 68. percben, kedves nézőink, Törös László második gólját lövi, a fejegyarmati csapat pedig harmadik találatát szerzi. Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük a Fejegyarmati Futballklub két ifjú labdarúgóját, Ország Zsoltot és Varga Bélát, akik ugye ma itt hazai közönség előtt debütáltak a felnőtt csapatban. És méghozzá nem is akármilyen játékra tették a névjegyüket. Győztes mérkőzésen sikerült bemutatkozni. Zsolti, hogy érezted a játékot ott bent? Izgultál egy kicsit a meccs előtt? Hát egy kicsit izgultam, de amúgy nem. Meccs előtt is megnyugtottak. Itt bent egy kicsit már keményebb volt, mint az ifibe. Nem úgy megy, mint az ifibe. Tehát keményebb összecsapások voltak, ugye érezted? Hát keményebb, meg többet is kell futni. Úgyhogy minden másabb. Béla, te ugye a szünetben álltál be, csereként a sérült Kis István helyén. Neked milyen instrukcióid voltak elsősorban, mit kért tőled a szakvezető, Tarcari Gyula? Hogy érzed, mit sikerült ebből megvalósítani?
Hát végül is ahhoz képest, hogy először mutatkoztam be a felnőtt csapatba, úgy érzem, hogy nem volt valami rossz játék, amit nyújtottam. Hát végül is a feladatom, még a Totya helyett, a Totyának a játékát kellett tovább játszanom. A Gyula mellett voltam a középpályás, jobb oldalon felfutó középpályás. Hát amit tudtam, megpróbáltam megcsinálni. Én itt a közvetítő állásból úgy hallottam, hogy a drukkerek itt alattunk nagyon elégedettek voltak mindkettőtökkel, tetszett a játékotok. Úgy tűnik, hogy elindul most már egy ilyen folyamat is itt nálunk, hogy a tehetséges fiatalok közül minél többen kapjanak lehetőséget ugye a felnőtt csapatban. Egyébként milyen ellenfél volt ez a nagy Kálló? Tehát én úgy érzem, hogy az első 20 perc olyan kis keserves meccset sejtetett, de aztán egy egész könnyed kis játék kerekedett ott ki a meccsből. Igen, az első fél időben úgy érzem, mi uraltuk a játékot, a másodikban azért már kicsit feljöttek, úgy érzem. Tehát volt több helyzetük is? Hát a második fél időben már ők is úgy feljöttek eléggé. Elég jól összeszedted a labdákat, ez végül is valami hasonlót futballozol az IFI-ben is, tehát ott is hasonló feladatokkal vagy megbízva? Igen, ugyanez a posztom is, irányító középpályás, úgyhogy ugyanezt kellett játszanom. Meccs előtt is megmondták, hogy ugyanazt, ami az IFI-ben. Béla, neked végül szintén hasonló a feladatköröd az ifjúsági csapatban, mint amit itt ma a nagyban kellett játszani? Hát igen, végül is hasonló. Végül is az ifjúben valamikor játszottam csatárt is, de hát végül is nekem nem szokatlan ez a középpályás poszt, mert hát én régebben is ezt játszottam, mindig ezt játszottam, ez a középpályát. És végül is akkor ez a kedvenc posztod is? Igen, hát ez a kedvenc posztom. Többet kell futni, mint a csatársorba, de hát amit kellett, azt úgy... megcsináltuk. Megoldottam. Én gondolom, ez egy rang most már többiek között is, azért, aki már a nagyban bemutatkozhat, az egy picit már példakép a többiek számára is, de azért ti még teljesen nem távolodtok el ettől az IFI csapattól sem, hisz azért ott is minden bizonnyal számítanak rátok majd folyamatosan, bár személyesen én gondolom nektek az a célotok, hogy minél többet a nagyban játszani. Mit szóltatok az ifisták mai teljesítményéhez? Én gratulálni tudok nekik, megérdemelten győzte. És egyébként a két kihagyott 11-es Béla, ez milyen volt ezt végignézni? Hát végül is ez benne van, mert hát végül is az hibázhat, aki odaáll. Hát az a lényeg, hogy nyert az IFI 5-2-re, hát végül is az IFI-vel van egy célunk, bajnokságot szeretnénk nyerni, hát remélem sikerülni fog. Hát én kívánom, hogy nektek is még a focipálya sok-sok sikeretek legyen, legalább ilyen elismerésben részesüljetek, mint amiben ma is részesültetek itt a Fejegyalmonti közönség részéről, és mind a nagy csapatban, mind az IFI-ben még nagyon-nagyon sok örömet szerezzetek a drukkereknek, minél jobb pályafutást, jobban alakuljon pályafutásotok, azt kívánom mind a kettőtöknek. Köszönjük szépen.